nap szinte csak velem foglalkoztak, ezt lehet mondani. A megállapodnak. Sötét vaderővel zúdulok át. Az áll ezen a szörnyű éjszakán. Mint felajzott roham csapat, elsodott fákat, hidakat. Ezen az éjszakán hány embertől a természet megfosztott mindent. Majd talán egy jó napot, vagy összedőlt, elhagyott házatot. Az állat rázódul mindenestől, mintha valamit számon kérne az embertől. Nyomorúság benne állt. Jaj, jaj, egy élet munkája a te kis várad. A szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Én Megyéró Város Önkormányzata Kulturális és Oktatási Bizottsága nevében, és hát elsősorban inkább úgy, mint kolléga, mint festőművész érdekel az életi, tehát azzal a lelkesedéssel, életerővel, életkedvel, szeretettel vezetett be engem annak idején ebbe a társaságba, ebbe a közösségbe, hogy azóta is tulajdonképpen itt ragadtam. Köszönöm. Ezen a kiállításon. És mindig elgondolkoztat a dolog, hogy miért is csinálja ezt az ember. Biztos önöket is. Hogy mi végre teszi. De nem csak önök gondolkoznak el ezen adott esetben, hanem a Grand Art, az úgynevezett nagy művészet is. Állandóan ezen tipródik, hogy mi végre van a művészet. És erre senki nem tud igazából választ adni. A legnagyobb újító művésze mondta, hogy mindenki művész. Ez egy meglepő mondat lehet, természetesen, főleg akkor, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk a reneszánsz óta nagyjából kitüntetett rangnak lehetett elvédelni a művész sorsát. Festett képek, digitális nyomatok vannak itt, kollázsok vannak itt, és így tovább. Tehát a képzőművész ezt teljes eszköztárra tudja felvonultatni egy kicsi teremben az a válogatott társaság, aki itt megjelent. Nem beszél az iparművészetről, amelyik itt van előttünk, ugye különféle terítőkkel, forgolásokkal, hímzésekkel, vagy azokkal a kerámia munkákkal, amit látunk ezeken az asztalokon. Tehát ez egy eléggé összetett világ már önmagában is, és csak itt Érden, és csak itt ebben a picit teremben. Tehát van mit nézni, van mire odafigyelni, van mire elmélyülni. Gratulálunk itt egyből az elején.